Az egy jobb életért közhasznú egyesület helyi akciócsoporthoz 26 nyírségi település tartozik. Céljuk a helyi vállalkozások, civil szervezetek, egyházközségek és önkormányzatok segítése vidékfejlesztési programok megvalósításában. Az elmúlt két évben 200 pályázaton összesen 1 milliárd forintot nyertek a települések, nyírgyulajon több fejlesztés is megvalósult a programnak köszönhetően. Nagyon sok település fejlesztési akciónk volt. Szeretném ezek közül kiemelni a líder forrásoknak a felhasználását, amiből egyházak, civil szervezetek, vállalkozások, illetve az önkormányzat is részesült. Egyház esetében a templom, református templom felújítására, mint a parókia felújítására került sor, kialakításra került egy vállalkozás keretében egy vendégház, illetve egy fagyizó, valamint egy civil szervezetnél egy szociális blokkot egy, egy turista a felújításokhoz átlagosan 6 és 12 millió forint közötti támogatást kaptak a vállalkozók. Ebből vált korszerűvé például ez a vendégház is, ami felújított, de eredeti bútorokkal és a régi idők hangulatával várja az ide látogatókat. A legnagyobb összeget a templom és a parókia felújítására fordították, a református templomot közel 15 millió forintból, a mellette lévő épületet pedig mintegy 14,5 millió forintból rekonstruálták. Ezek a beruházások nem csak az itt élők érdekeit szolgálja, de a település turisztikai értékét is növeli. Én azt gondolom, hogy minden egyes felújítása szükség volt, egy vállalkozása a saját maga a sikerességét, a vállalkozásának hatékonyságát tudja ezzel növelni, a civil szervezetek, egyházak pedig a saját kis infrastruktúrájáknak a szépítésére tudták ezt fordítani. A polgármester hozzátette, az elnyert pályázati forrásokat minden esetben hasznos beruházásra fordították, így ezek nyírgyulaj komplex fejlődéséhez nagyban hozzájárultak.